Szeretettel köszöntök minden kedves nézőt! Témánk a dualizmus gazdasága. A dualizmus 1867-től 1918-ig áll fönn, és ez a fél évszázad a magyar gazdaság történetének talán a legvirágzóbb korszakaként említhető. Hogyha megnézzük a gazdasági fejlődésről szóló ábrát, akkor azt látjuk, hogy több mint 14-szeresére fejlődött például a gyáripar, a nemzeti jövedelem több mint 4-szeresére, a mezőgazdaság csak nem 3-szorosára, tehát szinte minden gazdasági területen rendkívül dinamikus fejlődést figyelhetünk meg. Nézzük meg először, hogy mi volt ennek a törvényi jogi háttere, hiszen a kiegyezés nem csak politikai egyességnek a megkötése volt, hanem gazdasági kiegyezést is tartalmazott. Ez az Osztrák Császárság és Magyar Királyság gazdasági viszonyának a szabályozását jelentette, amely több kérdést is rendezett. Ilyen volt például az, hogy a közös kiadásait a birodalomnak, hiszen közös volt a hadügy, közös volt a külügy, ezeket a közös kiadásokat milyen arányban fedezze a két állam, és a gazdasági teherbíró képességnek megfelelően, tehát Magyarország számára méltányosan, Magyarország adta az úgynevezett kvóta, ez a hozzájárulás, a kvóta 30%-át és 70%-át adta Ausztria. Magyarország ezen kívül hozzájárult a korábban fölhalmozódott Habsburg államadósságnak a törlesztéséhez is. A gazdasági kiegyezés rögzítette, hogy a két ország vámszövetséget kötött, tehát közös a vámterülete. Ezen kívül közösítették a bankrendszert, közösítették a pénzrendszert, és 1878-tól közös volt a monarchia bankjegy kibocsátó, vagy pénzt kibocsátó bankja. Itt jegybankja, itt látjuk a már dualista osztrák-magyar bank épületét, ez a mai Nemzeti Bank épülete. A pénzrendszerről érdemes megjegyezni, hogy 1892-ig Vekerle Sándor valuta reformjáig ezüst alapú volt, csak akkorra az ezüstnek a fokozott kibányászása, világpiacra kerülése az ezüst alapú valutákat nagyon ingadozó értékűvé tette, és ezért megtörténik 1892-ben az arany alapra helyezése, tehát a fedezetét elsősorban a nagy tömegű arany, fölhalmozott arany rudak biztosították, és 1892-től ez az arany alapú pénz nem lett a korona, ez Magyarországon egészen 1926-ig forgalomban volt. A gazdasági kiegyezés részeként a tőke és a munkaerő szabad áramlása is lehetővé vált. Ezen kívül összehangolták az adórendszert, mértékrendszert, közlekedési rendszert, hírközlési rendszert, és ez a gazdasági kiegyezés 10 évenként kerülhetett újra tárgyalásra, módosításra, illetve meghosszabbításra. Ez volt a jogi keret. A kiegyezést követően a magyar gazdaságnak egy régi problémája jelentős orvoslásban részesült, ez a kiegyezés előtti rendkívül érzékeny tőkehiány. Ekkor viszont a politikai stabilitás, ami véget vetett a polgárháborús veszélynek, ez a befektetőket arra ösztönözte, hogy nagy mennyiségű tőkét hozzanak Magyarországra, hiszen óriási gazdasági lehetőségekkel rendelkezett az ország. Tehát a politikai stabilitás jelentős külföldi tőke beáramlás előtt nyitotta meg az utat, és ennél fogva lehetővé vált a befektetések finanszírozása. Ehhez járult, hogy volt már elsősorban a terménykereskedelemből fölhalmozva egy jelentősebb hazai tőkemennyiség is, és az elkövetkezendő évtizedek során pedig a külföldi tőkéről bebizonyosodott, hogy a befektetése, ez alapvetően hatékonyan történt, és a nemzetgazdaság érdekét szolgálta, hiszen egyre nagyobb lett, itt ahogy ezen az ábrán is látható, egyre nagyobb lett a hazai tőkének az aránya, és egyre visszaszorult a külföldi tőke.
Tehát kialakult egy tőkeerős hazai befektető réteg. A hitelszervezet nagyon fontos szerepet játszott abban, hogy a befektetések hosszú távú és megfelelő kamatú kölcsönökben részesüljenek. Már a reformkorban, 1842-ben létrejött az Ulman Móricz féle Pesti Magyar Kereskedelmi Bank, de a kiegyezést követően az alapítási láz, ez kiterjedt a bankszférára is, és több mint 5000 pénzintézet jön létre, alig több mint fél évtized alatt, az 1873-as úgynevezett tőzsde krachig, amely a pénzintézeteket eléggé megrostálta. 1890-es évekre már nem csak a tőkemennyiség, hanem a pénzintézetek száma is helyreáll a tőzsdekrachhoz képest, és ezt követően évtizedekben, minden évtizedben megduplázódik a hitelintézeteknek a száma, így 1913-ban már több mint 2500 hitelintézet és több ezer hitelintézeti fiók működött Magyarországon. Tehát a hitelintézetek száma rendkívül dinamikusan nőtt, de ha megnézzük az ábrát, akkor azt látjuk, hogy a tőke mennyiség, a tőke állomány is elképesztő mértékben növekedett. A jobb oldali ábrának az 1913-as oszlopa, ott középen nem festékhiány van, hanem egyszerűen nem lehetett volna az 1867-es pici kis részhez képest ezt ábrázolni, hiszen lenyúlt volna az ábráról. Tehát itt azt látjuk, hogy a tőke állomány az 245 millió volt a kiegyezéskor, és ez 13.197-re millióra, millió koronára növekedett, tehát elképesztő volt a növekedés üteme, magyarán bőségesen rendelkezésre állt a befektetésekhez szükséges tőke. Azt is látni kell, hogy a tőke koncentráció is erőteljesen haladt, hiszen a bankok, az összes bank tőke összegének csak nem a felét tette ki négy nagy bank. A hitelszervezethez képest hasonló forradalmi változásokon, tehát nagy léptékű fejlődésen ment keresztül a szállítás, a közlekedés. A közlekedés fejlődése a gazdaság fejlesztésének, fejlődésének egyrészt előfeltétele, de ugyanakkor ösztönzője is. A kiegyezés, mint politikai döntés azt tette lehetővé, hogy ezentúl ne Bécsben, hanem a magyar fővárosban szülessenek a Magyarország javát szolgáló gazdasági érdekeit szolgáló gazdasági döntések, és például a közlekedési rendszert is ennek megfelelően, tehát Magyarország érdekeinek, és nem úgy, mint korábban, elsősorban a cseh-osztrák tartományok érdekeinek alárendelve fejlesztették. A közlekedés minden ágát a fejlődés jellemezte. Ez volt érvényes a vízi, tehát a folyami, illetve tengerhajózásra. Például 1882-ben már az Adria tengerhajózási részvénytársaság alakul meg. Közutaknak a 1000 kilométerei épültek már lekövezve, makadámutak, de a leglátványosabb az a vasúti közlekedésnek a fejlődése volt. 1867 után Budapest központú, tehát a magyar gazdasági érdekeknek megfelelő Budapest központú és sugaras szerkezetű vasúthálózatot építettek ki, amely az egész Kárpát-medencét behálózta, és az egységes nemzetgazdaság, az egységes nemzeti piac kialakulását segítette elő. Itt látjuk ezeken az ábrákon, hogy 1867 és 1913 között a négy ábra jól mutatja, hogy sűrűsödik egyre inkább a vasúthálózat. Itt pedig azt láthatjuk, hogy a nyersanyag forrásokat mennyire jól elérhetővé tették a vasútvonalakkal. A vasúti közlekedés fejlődéséhez egyrészt hozzájárult az, hogy a
neves Baross Gábor, aki vasminiszterként is emlegetnek, az ő nevéhez fűződik, hogy az addig számos magántársaság kezében lévő magyarországi vasúthálózatot az állam döntő mértékben fölvásárolta, és így az egész Kárpát-medencét behálózó egységes vasúthálózat tudott létrejönni. Ez teszi lehetővé egyébként Barossnak a nagyszerű újítását, az úgynevezett zóna tarifa rendszert. Ennek a lényege az volt, hogy zónákra lett vasúti szempontból felosztva az ország területe, és valaki mennél távolabbi területre, mennél távolabbi zónába szállított, fajlagosan az egy kilométer első szállítási díj annál alacsonyabb lett, tehát nagy távolságra szinte csak vasúton érte meg a szállítás, tehát ez a tarifa rendszer is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a szállítók a vasutat válasszák a többféle szállítási lehetőség közül. Meg kell említeni, hogy a vasút azért tudott ennyire dinamikusan fejlődni többek között, mert a vasúti gépgyártás is nagyon erőteljesen tudott fejlődni, mozdonygyártás. Például itt láthatjuk a vasminiszternek az arcképét. A Mávag volt a piacvezető a hazai vasúti járműgyártásban, és a nemzetközi fölzárkózás mutatja, hogy 1900-ban a Párizsi világkiállításon a gyár mozdonya nagy díjat nyert. Összességében megállapíthatjuk, hogy a vasúthálózat sűrűségét tekintve, technikai színvonalát tekintve egyaránt a nyugat-európai szinten állt. Az államnak is érdemes megnézni, mielőtt különböző ágazatokra rátérünk, érdemes megnézni az államnak a szerepét, mert az állam igen nagy részben hozzájárult ahhoz, hogy ilyen dinamikusan tudott a dualizmuskori gazdaság fejlődni. Így például közlekedési, kiemelt közlekedési vállalatoknak állami támogatást, szubvenciót adott, az ipari vállalatok gyakran 15 éves adómentességet kaptak. A könnyűipar, amely a korábbi birodalmi munkamegosztás kárvallottjaként nagyon alacsony szinten állt, ennek a fejlődésének a meggyorsítására 1907-ben például több mint 200 üzemnek a létesítését előirányzó iparfejlesztési programot indítottak el, illetve a mezőgazdaság korszerűsítéséhez is nagyban hozzájárul az állam. Így például csaknem 4 millió hektár földet sikerült visszahódítani a folyó ártereitől, mocsaraktól, folyószabályozásokkal, lecsapolásokkal, és ez jelentős mértékben tudta növelni a mezőgazdasági termelés mennyiségét. Az állam nagyon konstruktívan avatkozott be, amikor az úgynevezett filoxéra vész, tehát egy kórokozó megtámadta a szőlő, magyarországi szőlőállomány jelentős részét is, óriási pusztulást eredményezett. Az állam nem hagyta tönkre menni a gazdákat, hanem segítette őket anyagilag is, sőt, biztosította számukra az újratelepítéshez szükséges vesszőket, és türelemmel volt a gazdák adózása felé, amíg ezek a szőlőtőkék, ezek termőre fordultak, és ennek az eredménye az lett, hogy egy nagyobb és sokkal minőségibb szőlőállomány lett a filoxéra vész után, ami a millenniumkor érte el a tetőpontját. Tehát sokkal nagyobb és minőségibb szőlőállomány jön létre. A szarvasmarha tenyésztést is új fajták behozatalával támogatta az állam, illetve tejszövetkezetek létrehozásához nyújtott segítséget, tehát sokrétű volt az államnak az ösztönző szerepe, segítő szerepe a gazdaságban. Nézzük meg most az ipart.
El kell mondani összefoglalóan, hogy az ipar egyes ágazatai teljesen eltérő szintről indultak a kiegyezéskor, ami elsősorban a 18. századtól fönnálló, Habsburg birodalmon belül fönnálló birodalmi munkamegosztásnak volt az eredménye. Például Magyarországon nem tudta a textilipar betölteni az ipar fejlődés húzó ágazatának a szerepét, ahogy ez Nyugat-Európa országaiban megtörtént. Miért? Mert a Habsburg birodalmon belüli munkamegosztás a 18. század közepétől a cseh-osztrák textilipart fejlesztette és tudatosan visszafogta a magyarországi textilipart és hát a könnyűipart is, és egy évszázad elteltével, vagy több mint egy évszázad elteltével a kiegyezéskor hiába lett már meg a gazdaság irányítási szabadság, a cseh-osztrák könnyűipar, illetve a textilipar előnye olyan jelentős volt, hogy rendkívül komoly konkurenciát jelentett a fejlődésnek induló és dinamikus fejlődésnek induló magyar textilipar, illetve könnyűipar számára. Hogyha nem a textilipar volt a húzó ágazat, akkor mi tudta ugyanezt a húzó ágazat szerepet betölteni? Magyarországon az élelmiszeripar, és ezen belül is elsősorban a malomipar. Más ipar, tehát az élelmiszeriparnak olyan ágazatai, mint a húsipar, gondoljunk csak Pikmárknak, illetve Herz Árminnak Szegeden, illetve Budapesten a szalámi gyáraira, amiknek a termékeit mind a mai napig fogyaszthatja, aki szereti, de ekkor épül ki a magyarországi cukoripar a számos cukorgyárral, illetve jelentős volt a szeszgyártás is. Az élelmiszeriparba fektették elsősorban a terménykereskedelemben fölgyűlt, tehát például gabonakereskedelemben, bőr és egyéb tehát terménykereskedelemből fölhalmozódott összegeket, és így hatalmas malomipari vállalatot tudtak létrejönni, amelyek a tőke birtokában a legmodernebb berendezéseket tudták alkalmazni. Nem véletlen, hogy Budapest tudott a világ legjelentősebb malomipari központjává válni, az amerikai Minneapolist is megelőzve az 1870-es években, egy rövid ideig tartott ez a konkrét világelsőség, de azt követően is a vezető helyet töltött be a világ malomiparában Magyarország. Nézzük meg, hogy ennek a húzó ágazatnak, tehát a malomiparnak a fejlődését és a súlyát minek köszönhette. Több tényező együttes hatását sorolhatjuk fel, ilyen volt például a természeti tényezők. A Kárpát-medencében olyan éghajlat van és olyan talaj, amely az úgynevezett acélos búzának, hogyha meg kézbe fogjuk, akkor valóban van ilyen acélos csillogása. Tehát az acélos búzának és a magas sikértartalmú búza termesztését lehetővé teszi, tehát ilyen terem itt a Kárpát-medencében. A magas sikértartalom az azt jelenti, hogy természetes szinten a búzában, illetve a lisztben van olyan anyag, ami a kelesztéskor ilyen buborékokat képez, tehát nagyon könnyűvé tud lenni az a pék termék, amit magyarországi magas sikértartalmú búzából őrölt liszttel készítenek. További tényező a természeti adottságok mellett az, hogy hatalmas gabona mennyiség állt rendelkezésre a Kárpát-medence síkvidékeiről, sőt a Kárpát-medencén túlról is. Ez azért volt olyan fontos, mert nagy malmoknak a működését tette lehetővé, hiszen ahhoz meg kellett egy hatalmas mennyiségű gabona, hogy az örlőkapacitást ki lehessen használni, és az ország rendelkezett ekkora mennyiségű gabonával. Azt, hogy a Kárpát-medence minden szegletéből, sőt azon túl is ide lehetett szállítani a gabonát, ezt a már említett Budapest központú sugaras szerkezetű vasúthálózat tette lehetővé, és ezért tudtak nagy malmok sorakozni a Dunaparton, ahogy itt az egyik képen, ezen a képen látjuk is. Nem szabad elfeledkezni, mint a malomipart világszínvonalúvá tevő tényezők között a hazai malomipari gépgyártásról. Ez elsősorban a ganzgyárnak az úgynevezett kéregöntésű eljárásához, tehát a hengereket olyan
eljárással készítették, ami következtében a külső felület, az egybeforgó, egymás fele forgó, és ugye ezek között őrölték meg a gabonát, ez a két szembeforgó henger külső része volt kéregöntésű, és minimálisan kopott ennek következtében, tehát nagyon jó minőségű lisztet lehetett ezzel készíteni. De nem csak ez a Mechvárt András féle acélhengerszék, hanem különböző sziták, sívszita, centrifugálszita és más malomipari berendezések is gondoskodtak arról, hogy a magyar liszt minősége rendkívül magas lehessen. És van még egy tényező, ez pedig a monarchia viszonylag hatalmas és védett piaca, amely a magyar gabonát, illetve lisztet megvédte a 80-as évektől már nagyon erősen jelentkező amerikai és orosz búzának és lisztnek a konkurenciájától. Tehát a malomiparról, mint húzóágazatról beszéltünk. Az iparon belül volt egy másik ágazat, ez volt a nehézipar, amely szintén hatalmas mértékben tudott fejlődni. Mi is a nehézipar? Három ágazat, bányászat, kohászat, gépgyártás. A bányászat, kohászat már a birodalmi munkamegosztás következtében sem volt fejletlen, a dualizmus kezdetekor sem, hiszen a birodalmi munkamegosztásnak megfelelően Magyarországnak kellett a cseh-osztrák ipart nyersanyagokkal, például bányatermékekkel is ellátnia. Magyarország területén, tehát a Kárpát-medencében több helyütt a szén és az érclelőhelyek, például a vasérclelőhelyek, ezek egymáshoz viszonylag közel helyezkednek el, ami jelentős ipar, nem csak ipari központokat, hanem egész iparvidékeknek a létrejöttét tette lehetővé. Itt ezek a pontozott részek, itt Kassa környékén, Temesvártól délre a Krassó-Szörényi iparvidék, vagy éppenséggel a Budapest környéki iparvidék voltak a legfontosabbak. Itt látjuk a nehéziparnak is a rendkívül erőteljes fejlődését. A gépgyártás is a dinamikusan fejlődő nehézipari ágazatok közé tartozott, és ez hatalmas fejlődésen ment keresztül. A közlekedési gépgyártást kell elsőrenden kiemelni. Itt a vasúti gépgyártás fejlődött, de folyam- és tengerhajózás számára is nagy mértékben folyt a termelés. Már volt szó a malomipari gépek terén végzett munkáról, amelyben a világon a ganzgyár, illetve Magyarország vezető helyet tudott magának kivírni, tehát nem csak a malomiparban, hanem a malomipari gépek gyártásában is. 1876-tól például nagy mennyiségben a ganz Mechvárt féle acélhenger széket a világ minden részére exportálták. A mezőgazdasági gépgyártás is fejlett volt, és a gőzgépek gyártása hasonlóképpen nagy ütemben zajlott. Ebben a láng gépgyár járt élen Budapesten. Az 1880-as években már 1000 lóerő fölötti gőzgépeket tudott gyártani, de az 1910-es évekre már 10.000 lóerős gőzturbinákat készítettek a gyárban, és ennek jelentős részét külföldre exportálták. Szót kell ejteni az elektrotechnikai iparról, ez egy új iparág volt a 19. század második felében, de ebbe szinte kezdetétől fogva bekapcsolódott a magyar ipar, és elsősorban a ganzgyár. Meg kell említeni a ganzgyár kiváló mérnökeinek a extra találmányát, a transformátort, amely lehetővé tette, hogy a villamos energiát a termelés helyétől nagy távolságra is jelentősebb energiaveszteség nélkül el tudják vezetni. A GANZ cég mellett az Egyesült Izzót is érdemes megemlíteni, hiszen itt Edison szénszálas izzóját túlszárnyalva a Wolfram szálas izzót fejlesztette ki a gyárnak két mérnöke, amely négyszer olyan hatékony volt, mint a szénszálas izzó, és a sok-sok gyár között a hadiparban élen járó Csepeli Weiss Manfred féle hatalmas
gyári együttest is érdemes megemlíteni. A vegyipar is fejlődött Magyarországon. Itt például a gyógyszergyártást érdemes kiemelni, ahol a Monarchia első gyógyszergyára, tehát ipari méretekben történő gyógyszergyártás fűződik Richter Gedeon budapesti gyógyszergyárához. Nézzük meg a másik fontos ágazatot, a mezőgazdaságot. Itt már volt szó arról, hogy a folyamszabályozások és mocsárlecsapolások révén 3,6 millió hektárral gyarapodott a szántóföldi művelésbe bevont föld mennyisége, és a védővámok is nagyon fontosak voltak, hiszen a magyar agrár exportot az egész monarchiában védte a külső versenytől a monarchiának a védővámokkal védett piaca. Itt látjuk, hogy a kiegyezést megelőző évtizedekben micsoda hatalmas része a Kárpát-medencében időlegesen, vagy hosszabb időre is vízjárta terület volt, tehát nem volt alkalmas a mezőgazdasági művelésre, szántóföldi művelésre. A mezőgazdaságban nem csak a terület növekedett meg, hanem a rajta folyó a termelésnek a színvonala is. Nagyon jelentős technikai, technológiai modernizáció zajlott le, illetve a fajtaváltás mind a szántóföldi művelésben, tehát kukorica, búza és más termények esetében is jobban termőfajtákat vetettek már, és hasonló történik, tehát az állattenyésztésben is jelentős fajtaváltás zajlott le. Nézzük meg, hogy a mezőgazdaságban milyen újítások emelhetők ki. Egyrészt a mezőgazdasági technika terén vasekék használata általánossá válik, a cséplés, ami a egyik legnehezebb mezőgazdasági munka volt, ezt sikerült teljesen gépesíteni. Megjelentek az aratógépek is, mintegy 4000 már az országban. Sajnos az alacsony bérmunkás, tehát napszámos díjak nem tették lehetővé, vagy nem tették érdekelté a nagy üzemek tulajdonosait, hogy gépekre költsenek, mert olcsóbb volt az agrárproletároknak az alkalmazása bérmunkásként. Aztán műtrágya használat már megjelent. A művelési módban a vetésforgó válik a dualizmus alatt általánossá. Ennek az a jelentősége, hogy a vetésforgóban van őszi gabona, tavaszi gabona, de van benne kapásnövény, itt a legelterjedtebb a magyarországi vetésforgóknál a kukorica volt, mint kapásnövény, illetve különböző takarmánynövények, az ugar helyén takarmánynövények, tehát ebből ez a négy volt a vetésforgónak a négy eleme. És a kukorica ez a sertéstenyésztésnek a felfutását tette lehetővé, a takarmány növények pedig a szarvasmarha, illetve lóállománynak a növelését, tehát a vetésforgónak jócskán voltak hatásai. Tehát kapásnövények, ipari növények terjedtek, illetve a szőlőültetvények számára, főleg a filoxéra vész után az újfajtáknak a behozatala. És akkor nézzük meg az állattenyésztést. Itt az istállózó állattartás vált általánossá, az úgynevezett rideg tartás helyett, hiszen, ahogy említettem, a takarmány az már rendelkezésre állt. A szürke, ami a fajtaváltást illeti, szürke marha helyett a jól tejelő nyugati fajtákat nem csak meghonosították, hanem nagy mértékben elterjesztették. Ami a sertéstenyésztést illeti, itt a kevesebb húst és zsírt adó szalontai és bakonyi sertés helyett a nagy, több mázsás, akár négy mázsára is megnővő hatalmas zsírsertés, a mangalica hódított tért, illetve az angol hússertés, a juhtenyésztésben pedig az addig általános racka helyett a messze finomabb gyapjút adó merinói fajta honosodott meg. Itt a cséplést látjuk, és itt pedig a még mindig kézzel folytatott aratást.
És befejezésül röviden nézzük át, hogy hogyan lehetne összefoglalni az elhangzottakat. Egy, a kiegyezést követő fél évszázad a magyar gazdaság történetének egyik legvirágzóbb időszaka. Kettő, az Ausztriával 1867-ben kötött gazdasági kiegyezés a két ország számára egyebek mellett közös vámterületet, a mezőgazdaság számára védővámokat, közös bankrendszert, közös pénzrendszert biztosított. A gazdasági fejlődést nagyban elősegítette, hogy a külföldi tőkebehozatal és a hazai tőkefelhalmozás révén rendelkezésre állt a befektetésekhez szükséges tőke. Dinamikusan nőtt a hitelintézetek száma és tőkeállománya egyaránt. A Budapest központú sugaras szerkezetű vasúthálózat mind sűrűségét, mind technikai színvonalát tekintve nyugat-európai szintű volt. Az állam kiemelkedő szerepet játszott a gazdaság egészének, különböző ágazatainak a fejlesztésében. Az iparban az élelmiszeripar és azon belül a malomipar volt a húzó ágazat. Az ipar másik kiemelkedő ágazata a nehézipar volt, a bányászat, kohászat és gépgyártás. A mezőgazdaságban a nagy folyószabályozások következtében jelentősen nőtt a megművelt terület nagysága, a korszerűsítés keretében a szántóföldi művelésben általánossá vált a vetésforgó, illetve a cséplést gépesítették. Az állattenyésztésben pedig az istállózó állattartás vált általánossá, illetve minőségi fajtaváltásokat hajtottak végre. Nagyon köszönöm a figyelmet!